köszöntöm Önöket! Ez itt a Kultúrtip, melyben ezúttal egy rendkívül látványos életmű kiállításra invitálom Önöket. Tartsanak velem! Az idén 96 éves Kovács Miklós tiszakécskei kékfestőmester. Családja 200 éves munkásságát vitte tovább, és életét a kékfestőmesterségnek szentelte. A Kossuth-díjjal is elismert nemzetművészének egyedülálló munkásságát a kezdetektől napjainkig mutatja be a mostani kiállítás. A családi hagyományt megalapozó kecskeméti dédapától a legfiatalabb generációig. A Kékfestő című tárlatnak a Pesti Víg adott otthont. Nem csak egy különleges életmű, hanem egy egész család 200 éves története mutatkozik be a Pesti Vigadóban. A kiállítástér közepén található kékfestő útvonal a Kovács család napjainkig tartó munkásságát mutatja be a hagyományt megalapozó kecskeméti dédapától egészen a legújabb generációig. A családunkban az első kékfestő Kovács Miklósnak hívták, és 1836-ban Kecskeméten nyitotta meg a családunk első műhelyét. Ezt egyébként mai napig őrzi Kecskeméten a Festő utca elnevezése is, mert hogy ott állt a kékfestő műhely. A családban a gyerekek gyakorlatilag beleszülettek a mesterségbe, Kovács Miklós szüleitől sajátította el tudását, majd felesége lett az alkotótársa. Kovács Miklós, a nagypapám, ő 96 éves, a tiszakécskei kékfestőmester, és az apukájától tanulta a mesterséget, és közösen nyitották meg egyébként Tiszakécskén azt a műhelyet, ahol a mai napig dolgozunk, igazából a három generáció együtt. És olyan tartalmas, hosszú életet élt, mind szakmailag, mind a társadalmi életben, hogy hát nagyon hosszú lenne végigmondani, de az biztos, hogy fontosul elmondani, hogy a mai napig irírése méltó a szellemi és a fizikai tudása is, és az, hogy még a mai napig törekszik arra, hogy megújuljon, hogy részt vegyen a mai világban, és olyat alkosson, amit ma is szeretnek és szívesen viselnek az emberek. Ebben a munkában unokái is segítik Kovács Miklóst, ők gondoskodnak arról, hogy a mai kor igényeinek megfelelő technológiával és esztétikummal egészüljenek ki az alkotások. Itt kiállítottunk több mint 150 féle mintával méterárút, ami igazából ezzel azt szerettük volna bemutatni, hogy ő az összes alapanyagot fel tudja dolgozni, ami természetes méterárúban található, és itt látható is a kordbársonytól kezdve a lemvászonon át a pamutvászonig, és az összes festési technikát, amit ő elsajátított az élete során, a hideg indigó festés, a meleg indigó festés, az indantrén festés, a kézi mintázás és a gépi mintázásnak az ötvözete, a világosabbtól egészen a sötétig, úgyhogy minden, amire ő képes volt, azt mi igyekeztünk itt bemutatni. A tárlat nem csak magukat, a textileket mutatja be. Összeállításakor a szervezők arra törekedtek, hogy azt is megmutassák, mi mire használható. A kékfestő mesterség a 18. század végétől meghonosodó festőmesterség egyik speciális ágát, a rezerv eljárású dúcnyomást és az indigóval történő textilfestést jelenti. Azért lett népszerű, mert a fehér munkás ruhát felváltotta ez a kékfestő szín igazából, mert nem is volt olyan kényes, lehetett tisztítani, a színét is tartotta, és aztán szép lassan kinőtte magát már a munkásruhából, akár a hétköznapi viseletre, manapság már az ünnepi viseletbe is. Úgyhogy igazság szerint a minősége az, ami indokolta a létrejöttét és a fennmaradását. A tárlaton kiállított darabok Tiszakécskén és Szentendrén is megtekinthetők. Női fókusz május 12-ig a Műcsarnokban. Essencia Artis, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj Program 2020-2023. Évi ösztöndíjas évfolyamának záró kiállítása a Vigadóban. Faust az elkárhozott, Dubrovai László táncdrámája a Pécsi Balett előadásában április 29-én a Nemzeti Táncszínház nagy termében.
Legenda változatok, Súlyog Gabriella kiállítása a Műcsarnokban. A Magyar Művészeti Akadémia vetítései a Magyar Film Napja alkalmából az Urániában április 29 és 30 között. Ez volt mára a Kultúrtipp. Kövessenek minket Facebookon és YouTube-on is, és tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám szakmai támogatója a Magyar Művészeti Akadémia.